Köszöntök kedves nézőinket, a Jász Trió Televízió Apáti hírmondóját látják. Nézzük heti témáinkat. Főtt a birka, fogyott a pálinka, és megismerhettük, hogyan aratott kézzel egykor a parasztember. Múlt szombaton aratónapra hívta vendégeit a Jász Apáti gazdakör. Maga Ferenc polgármestert búcsúztatták a Jászszent Andrási templomban, halála fájdalom és bánat, de élete ajándék volt. 58 évet élt. Pappá szentelésének 50. évfordulóján tartott a Kladiva Imre apát plébános ünnepi aranyméséjét múlt vasárnap a Jász Apáti Kisboldogasszony katolikus templomban. Gól öröm és bizakodás a továbbjutásban. Apátin is szurkolnak a magyar válogatottért. Kevesebb mint egy hónappal Péter és Pál betakarító névnapját megelőzően az aratási hagyomány előtt tisztelegtek az apáti gazdák, összegyűltek, őseik emlékére kézzel arattak, imádkoztak, fehér asztal mellé ültek és várják az eddig közepesen jónak ítélt termést. Múlt héten nap mint nap rettegve ébredtek a járság birkái. Csak hallották, hogy már megint feni a gazda a kaszát, de ma sem ment kaszálni. Minek is menne, mikor ma már mindent a gépek végeznek. Így nem volt csoda a húsédesítő félelem, ami aztán szombatra végleg beteljesedő jóslat lett, hiszen kora reggeltől öblös kondérok és bezsírozott bográcsok várták a fiatalabb és öregebb birkákat egy kis termál kezelésre. Jászányi birka pörgölt hagyományos tűzbe. Még egy jó birka. Mielőtt viszont a birkák sanyarú sorsára gondolnánk, meg kell nézni, hogy hová is kerül a jól megfőtt pörkölt. Hova máshova, mint a megfáradt kézi aratók gyomrába. Ezeknek a jó embereknek a bendőjébe, akik kétkezi munkájukkal őrzik, vagy serényen tanulják a hagyományos kézi aratás mozdulatait. Őket köszöntötték a Jász Apáti szervezők. Ezen az aratónapon úgy gondolom, hogy a szüleink, a nagyszüleink az őseink előtt hajtunk főt, és tisztelgünk előttük, amikor az ő hagyományaikat, a régi aratást újra éljük. Újra éljük az első feles pálinkával reggel, amikor fölkelünk, a finom zsíros kenyérrel, a pogácsával és a jászok messzeföldön híres vendégszeretetével. Pócs János országgyűlési képviselő, mint házigazda üdvözölte a jászsági gazdakörök vezetőit és az érdeklődőket. Kis János pedig a Jászapádi gazdakör nevében emelte ki a rendezvény célját, ami az egykori kemény fizikai munka bemutatása az utódoknak. Hogy a mai embereknek bemutatása kerüljön, látványszerűen is ez a nehéz fizikai munka, amelyet valóban őseink évszázadokon keresztül végeztek, és ma valamennyien sokat hallottunk róla, de elég sokan lehetünk, akik keveset láttak ilyet. Nem volt férfi ember a talpán, aki nem tudott kaszát kezelni, nem? Hát kaszát kezelni sokan tudtak, de jó kezelni nem annyira mindenki, tehát itt, akinek nem volt jó szerszámmal, nem jó volt beállítva a kaszája, az elfáradt vagyunk. Mert ugyanis megvannak azok a szakmai trükkök, ahogyan kell tartani, meg nyomni, meg beállítani el ez a kaszát. Meg hát alapvető a kasza verés volt, hogy éles legyen a kasza. Ön használta? Én még igen. Kalap alá! Régen is kalap alá gördült a hajnali kupica pálinka, amit egy kis kaszaélezés és kemény munka követett. Első, hogy ne vágja meg az ember a kezét. Második, hogy ne vegye ki a kaszának az élét. Ezért a követ nem tolni, hanem mindig húzni kell lefelé. Ezzel egy sorját képezünk, ami a vágó élet adja, hogyha találunk egy vakontúrás, vagy belehúzzuk a földbe, akkor lehet kezdeni előről. Kasza élezését azt reggel kezdjük, vagy éppen nap végén egy veréssel, ahol a kasza élét lenyújtjuk, hogyha megnézzük, akkor ilyen kis kalapácsütéseket látszik rajta, nem tudom, ez mennyire fog látszani. Ezt ma reggel vertem meg, mert régi öregek azt mondták, ha nem vered meg a kaszát, a kasza ver meg téged. Egy jó vert kaszával körülbelül fele energia kaszálni, mint egy kitrompulttal. A verés során lenyújtjuk az élet, utána pedig a fenéssel mindig egy új
vékonyabb bélet képzünk rajta, ami viszont elkopik idővel. A másik szólásmondás a fenéssel kapcsolatban, hogy amíg fensz, pihensz. Ezért amíg fenn az ember, addig pihen, utána újult erővel foghat hozzá a munkához. A munkához, ami hajnaltól estig tartott, egy nagyobb pihenővel. Nehéz, fáradtságos, de a legfontosabb időszak volt a parasztság életében. Reggeli munkával kivonultak a földekre, ott felsorakozott a család, vagy a segéd aratók, segéd erő az aratásnál. Az első kaszás bevágta be az első rendet, és a többiek utána felsorakoztak. Minden kaszás után marokverő, kévekötő következett. Akkor ahhoz voltunk szokva, hogy minden nyáron ott voltunk a felnőttek között, vizet hordtunk, kévét hordtuk össze, amikor nagyobbak voltunk. Hát most is ugyanaz van vissza, hát ez most egy kis nosztalgia. Nosztalgia ide vagy oda, bizony még mindig élénken feltörnek a pontos mozdulatok, és az aratás munkafázisai azokban, akik egykor valóban puszta kézzel maradtak. A technikai fejlődés olyan hirtelen érte a jászokat, hogy sok hagyományos tevékenységet abba kellett, hogy hagyjanak. És ezáltal nagyon sok lehetőségük a közösségi életre megszűnt. Ezért tartom én is nagyon jó dolog ilyen hagyományoknak a felélesztését, mint a kézi aratás. Az aratónak mégiscsak arról szól, hogy a mindennapi kenyerünkért, akár most, de főleg az őseink, azok egy éven át keményen dolgoztak. Az aratás az ünnep. Az ünnepre körbeüljük az asztalt, az aratónapra is. Így volt ez őseink idejében, és így van az rendszerváltás óta. Itt Jászapátén minden évben a gazdakör szervezésében összeülnek a gazdák, megünneplik a termést, és egy közösséget építünk. És ami mai napon különösen ünneplésre alkalmas, hogy soha ennyi fiatal még nem volt itt az aratónapon. Gyűjtik össze lelkaszájt. És milyen? Milyen? Múzeum. Amit lelkaszájtak. És mi lesz a múzeumból? Kenyér. És a kenyeret megesszük. Persze nehogy azt higgyük, hogy a legkisebbeknek nem jut feladat egy ilyen fontos munkában. Megcsinálhatom egy víz. Fogadom, igen, köszönöm szépen. Nagyon szomjas vagyok, úgyhogy nagyon kell a víz. Köszönöm szépen. Ez meg különösen jó. Mi a feladatom? Hát nekem az a feladatom, hogy a csoportomnak ez van ebbe a kupába víz, és kínálgatom előjön, őket, ugye itt van ez, és ez a ilyen pohár, úgynevezett pohár, és ezzel kínálgatom őket, hogyha fáradtak, megkérdezem így, hogy megkínálhatom egy kicsi vízzel, és akkor igen, így elfogadják, és akkor utána megint neki látnak a munkának. Mit szólsz? Milyen nehéz munkának tűnik ez gyerekfejjel? Hát gyerekfejjel? Nehéz, meg sok időt igényel, és fárasztó is, ugye, a felnőttebbeknek, mert ők csinálják a nagy munkát, és ugye, aki kaszál, annak van a legnagyobb dolga. Addig kell nekünk ilyen rendezvényeket szervezni, amíg vannak olyan hiteles emberek, akik meg tudják mutatni a jelen gyermekeinek, hogy hogyan dolgoztak őseink az elmúlt időben. És természetesen a rendezvénynek is van egy összefogásoló összetartó ereje. A búzatábla tövében ékes szóra gyűltek az emlékezők. Quotidianum et maniat semper omnem. Cerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár jelenlétében áldotta meg Kladiva Imre apát plébános a termést, ami eddig egy erős közepes szintet mutat országszerte. Az előzetes termésbeszélések kimondottan jó. Úgy néz ki, hogy búzából olyan 5 tonna per hektár körüli termés mennyiség, terméshozam várható. Ez jónak mondható egyértelműen. Közel 1 millió hektárról van szó, hogy a kukorica mellett az őszi búza legnagyobb vetésterületű szántóföldi növényünk. Ez azt jelenti, hogy
tavaly valamivel több mint 5 millió tonna jó minőségű búza termet, az idén már alulból fogjuk súrolni az 5 millió tonnát, remélem a minőséggel nem lesz baj. A búzaárak január óta folyamatosan csökkennek. Ennek oka, hogy a világpiac eléggé telített. Mindenhol jók a terméskilátások, így eléggé feltöltöttek a világkészletek, ami nem tesz jót az árnak. Ezt a támogatásokkal tudja kompenzálni a kormány. Eső se volt, mégis megnőtt magasra, most vágyok a szeretőmmel haragra. Nagy munkából visszatérő arató párokat pálinkával fogadták a szervezők. Sokan a jó termése vagy a javuló felvásárlási árra kocintottak. Isten éltesse mindannyiunkat, esztendőre jobb termés legyen, és elsősorban az árak legyenek sokkal jobb. A visszatért baráti társaságok üres hassal várták a közben több bográcsban is elkészült birkapörköltet, mely a terített asztal éke lett. A gazdanap folytatásában a hangulatos cigányzene, a finom vendéglátás és a jó társaság mellett mindenki megcsodálhatta a jász kézműves alkotások legszebbjeit is. Közösségi összefogással hozták létre a gyermeksarkot a Jászapáti könyvtárban. Ezen a héten hittantábor van, oda is belátogattunk, és a hétvégén jön a 6. babfőző fesztivál Jászapátin. Rövid híreink, ajánlóink jönnek. Csinált egy ilyen kis hajtogatott csávot. Mi készül itt? Akvárium. Akvárium, és úgy látom, hogy az akváriumban lesznek? Halak. Halacskák. Akvárium. Ez egy ház, mindjárt oda is mutatom. Van benne ágy, éjjeli szekrény, meg egy ruhaszekrény. És akkor kerül bele magyar zászló, meg szurkolók? Igen, majd lesznek szurkolók is. Meg szurkolói bázis. Ezeket mind kedden délelőtt alkották meg a gyerekek a nyári szünet első hetének hittantáborában. A mai nap ezzel telik, ennek a jegyében, hogy kézműves foglalkozásokat szervezünk. Délutánra ugye a sportprogramokat terveztünk, de annyira belelkesedtek gyermekeink ebbe a kézműves foglalkozásokba, hogy a délután is erre megy rá. Meddig tart itt, és még milyen programok lesznek a tábor ideje alatt? A tábor ideje alatt sportprogramokat tervezünk, ezt a kézműves foglalkozásokat, elmegyünk kirándulni, Miskolszilagfüred szépségeit nézzük meg, átmegyünk Jászberénybe mozizni egyet, és hát el is telik a hét. A katolikus általános iskola diákjaira így ezen a héten nagyon izgalmas programok várnak. Van, amit dolgozóinktól kaptunk, ez saját vásárlás volt, a párnákat is mi vásároltuk, viszont a fali szőnyegeket is egy kedves anyukától kaptuk, meg hát rengeteg plüssöt hoztak be, tehát volt, aki zsákszámra hozta, volt, akitől csak egy-egy darabot, de rengeteg, tehát rengeteg ajándékot kaptunk. Közösségi összefogással jött létre az a kis gyermeksarok a Jászapáti könyvtárban, ami hetek óta várja a lurkókat. Szerettünk volna a gyerekeknek kedvezni, egy barátságosabb, kellemesebb környezetet teremteni, és hogy a legkisebbeknek is legyen elfoglaltsága, addig míg a nagyok a könyvek között kutatnak, és ők addig ide tudnak játszani a sarokba. Kik azok, akik segítettek létrehozni mindezt? Hát a városnak a lakói, meghirdettünk egy olyan egy lehetőséget, hogy lehet a könyvtárnak adományba hozni plüssöket, játékokat. Először játékokat kértünk csak, de utána mindenki kapott a lehetőségeken, kaptunk falvédőt, kaptunk játéktartót, fali szőnyeget, szóval rengeteg mindent kaptunk tőlük. Ki az, aki igénybe veheti a sarkot? Bárki, aki bejön a könyvtárba. Kicsik, nagyok egyaránt, mert a nagyok is nagyon élvezik. Most már nyilván adja a kérdés magát, hogy ki használják, tehát sikerült megtalálni, vagy betöltötte azt a hiányt, ami... Így van, betöltötte. Maximálisan. A nyári időszakban, ha már akkor az előbb szót váltottunk, ha betérnek ide a gyerekek, mert éppen unatkoznak, nem tudnak mit csinálni, akkor milyen lehetőség van itt a könyvtárban, mit tehetnek? Nyárra igyekszünk programokat szervezni nekik, ez még egy kezdeti stádiumban van, de a diavetítés, ami most az elmúlt időszakban nagyon megtetszett nekik, biztos, hogy lesz, illetve majd még próbálunk más lehetőségek után is nyúlni, de hát ehhez nekünk segítségre van szükségünk. Csintalan Dóra könyvtáros maga is imádta gyermekkorában a diafilmvetítést, aminek, valljuk be, valóban van egy különleges hangulata.
következő. A nyári szünetben persze nem az olvasás a legkedveltebb unaloműző a gyermekek szerint, de a könyvtár gyermekrészlegében a meséktől a kalandkönyvekig sok mindent megtalál, aki mégis egy kis olvasásra adja a fejét a nyári hónapokban. Apádi Babfesztivált idén is jól kifőzték a szervezők, az egyszer biztos. Idén is jót főzhetünk, finomat ehetünk, nagyokat beszélgethetünk, egy kellemes koncertet is hallgathatunk, és sokan még éjjel is a babbal álmodhatunk. A versenyre nevezhetnek családi, baráti, munkahelyi és civil szervezetek csapatai. Az első három díjazotton kívül külön díjat kap a legötletesebb csapat. Jelentkezési határidő június 17-ig a polgármesteri hivatal kabinetirodájában lehetséges, vagy a 0657 540 100-as telefonszám 118-as mellékén. A babfőző verseny reggel 7 órakor kezdődik, de egész délelőtt a helyi fellépők műsora közben együtt főzhet a zenés gasztro piknik keretében a Sztár Bogrács mellett Budai Péter séffel. Sztár vendég Szekeres Adrián, eredményhirdetés 14 órakor. Mire készüljön? A szervezők biztosítják a kijelölt főzőhelyet, a csapatonkénti 2 kg babot, a kenyeret, a főzéshez elegendő tűzifát, a nyerési esélyt, a díjakat és a szórakoztató programokat. Mi kell még? Minden más kelléket a csapatnak kell hozni. Az ön csapatának kell egy kis spiritus, egy állványos bogrács a főzéshez, és persze hozzávalók, illetve a titkos fűszerek a győzelemhez. Jászapáti sportpálya június 25-e, szombat, 6. babfesztivál. Itt nem babra megy a főzés. Július 7-én roma szépségversenyt szerveznek a Pályér Antal Művelődési Házban. Az első alkalommal megszervezett megmérettetésre 4 és 20 év közötti lányok jelentkezését várják. Jelentkezni június 25-éig lehet a Csillag Cserhaj Szolgáltatóházban, hétfőnként és vasárnaponként. Múlt héten adtuk a megrázó hírt, hogy Banka Ferenc Jászszent András polgármestere elhunyt. Múlt szerdán délután búcsúztatták a Jászszent Andrási templomban. Halála fájdalom és bánat, de élete ajándék volt. Banka Ferenc 58 évet élt. Szótlan szomorúsággal és mély fájdalommal igyekeztek a megjelentek kegyeletüket lerúni a hajdani polgármester ravatalán. Sokan jöttek el. Mert szerették és tisztelték Banka Ferencet, aki múlt szerdán tért meg az égiekhez, miután súlyos betegsége a sok-sok küzdelem után legyűrte őt. Kívés alázatos lelkettel kérünk a Teremtőt, hogy elkötözött testvérünket irgalmasan fogadja, bocsássa meg emberi gyengeségből elkövetett botlásait és vétkeit, részesüljön Krisztusnak a megváltásában, az örök megváltásban, az örök boldogságban, sőt, testén, Isten mindnaposága támaszthat el a végső napon a boldogságra. Kladiva Imre címzetes apát plébános celebrálta a búcsúztató gyászmisét. Szeretetre felnevelő édesanyjától, itt sosem hagyok magára, és kér a Jóisten vigasztalását, fájdalmára. Búcsúzik egyetem Piátor Viktortól, akinek atyai jó tanácsokkal egyengedte útjai, akit mindig nagyon szeretett és büszke volt rá. Kívánom azt, hogy vigasztalást találjon és boldoguljon az életben, nehéz elválás után is. Búcsúzik párjától Magdikától, akivel 25 éve ismerték meg egymást, és 23 évig éltek együtt szeretetben, megértésben, aki betegség alatt segített, ápolta, illetve utolsó pillanatában is mellette volt, kezét fogva úgy, mint életük során. Adjanak erőt a bánatban, közösen eltöltött szép, dolgos, küzdelmes évek emlékei az ő számára. Búcsúzik nevelt lányát a Ritától, aki fájdalommal telve volt mellette, utolsó percjeiben is, hiszen a hosszú évek alatt kialakult egymás iránti szeretet, egy életre szoros kapcsolattá vált köztük. Családjától, rokonaitól, barátaitól, kollégáitól, sportársaitól, a település és a Jászság polgáraitól is búcsúzott a hajdani polgármester. Aki ismerte Banka Ferenc polgármester,
azt tudja, hogy ő csak Jászent Andrásnak ért. A település fejlődésének, a focinak, a szarvasgombának, a homoktövisnek. Közben pedig távol tartotta magát a világ és a politika zajától. Pócs János országgyűlési képviselő gyászbeszédében kiemelte, hogy mindenki boxia nagy álmát váltotta valóra, amikor Jászszent András a Szarvasgomba fővárosa lett. Valamint amikor elkészült a Jászszent András Jászapátit összekötő út, illetve az idén átadott homoktövis feldolgozó kis üzem. Nem elveszítettünk, hanem megnyertünk téged. És akkor is megnyertünk téged, ha csak 59 év adott. Köszönjük, hogy voltál nekünk. Béke legyen veled, kérjük a Jóisten, adjon örökké uralmat neki. Maga Ferenc eredményesen küzdött a település fejlesztéséért, az intézmények működtetéséért, a sport támogatásáért, és azért, hogy Jászszent András, ahogyan ő mondta, a csend, a nyugalom és a béke szigete maradjon. Polgármesteri megbízatását nem munkának, hanem nemes szolgálatnak, hivatásának tekintette. Most szinte láttam és hallom magam előtt, hogy azt üzenet nekünk, bölcs mosolyod el a szádon, a bajuszod alatt, hogy semmi baj, csak vigyétek tovább jó gyereket, menjetek csak tovább jól, amikkel zettudom. És meg így teszünk, és búcsút intünk, és csak halkan mondjuk, hogy fejlisten veled, nőnök a bírsalmafák, emléket pedig velünk marad. A köszöntők sorában a Szarvasgomba lovagrend és a település alpolgármester is elmondta torokszorító gondolatait, illetve idézte fel a település vezető szakmai pályafutását. Őriztük meg Banka Ferenc emlékét, őriztük meg, hogy mutassa nekünk és gyermekeinknek, a jövő nemzedéknek is, hogyan lehet példaszerűen a közösség javára tenni és élni. Köszönjük, amit a Jászságért, szűkebb hazáért, Jászszent Andrásért tettél. Örökre velünk maradt, emlékedett, megőrizzük. Búcsúzott tőled a képviselőtestület, az önkormányzat dolgozói és a település lakosai nevében. Halálod fájdalom és bánat, de életed ajándék volt, soha nem felejtünk el. Nyugodj békében fej. Pappá szentelésének 50. évfordulóján tartotta Kladiva Imre apát plébános ünnepi aranymiséjét vasárnap a Jászapáti Kisboldogasszony katolikus templomban. A plébános 18 éve szolgál Jászapátin, de a Jászság minden templomában imádkozott és minden focipályáján szurkolt. Kladiva Imre apát plébános többek között az elmúlt 50 évben mellette szolgált káplánok, diakónusok kíséretében vonult be a Jászapáti Kisboldogasszony római katolikus templomba, vasárnap a pappá szentelésének 50. évfordulóján tartott aranymiséjén. Az úr szolgálatában eltöltött 50 évből 18 jászapátin telt el, de nem csak egyházi szolgálatával írta be magát a város történelmébe. A Szent Mise előtt köszönték meg szolgálatait. Aki 50 éve szolgálja az embereket, az nyomot hagy a lelkekben is. Problémájukkal és bánatukkal, de az örömükkel is, mint családtaghoz fordulhattak és fordulhatnak bármikor a hívek. Amellett, hogy a hívek bármikor fordulhatnak hozzá örömükkel, bánatukkal, látványos eredményeket ért el a templom felújítása során. Az egyházi iskolák újraindításában is tevékenyen részt vett. A Jászapáti Egyház múltjának megismertetése, megőrzése érdekében pedig könyvek és kiadványok megjelentetését szorgalmazta. Ennek a munkának a folytatásához kívánt erőt, egészséget a Jászivánnyi Egyházközség képviselőtestülete és a jászivánnyi hívek nevében Jámbor Béláné is. És a Jóistentől kívánok erőt, egészséget a további szeretetteljes munkájához. Kladiva Imre nem jászsági származású, Besenyő telken született,
de 18 éve Jászapátin, a főegyházmegye második legnagyobb templomának plébánosa, azt megelőzően pedig 10 évig szolgált Jászalsó-Szentgyörgyön és Jászboldogházán, és elmondhatja, hogy a Jászság minden templomában imádkozott. Ezt az áldozatos több mint negyed évszázadnyi munkát köszönte meg neki a térség országgyűlési képviselője. Kérem, engedje meg, hogy ehelyről is még egyszer megköszönjem a Jászságban tett szolgálatát, a sok-sok imát, a törődést, a szeretetet, az oltárnál kötött házasságokat, köszönjük a sok szép keresztelőt, amikor a gyermekeinket megkeresztelte, megbírmálta, áldoztatta, köszönjük, hogy szeretett hozzátartozóinkat elkísérte utolsó útjára. Példabeszédeivel, tanácsaival, humorával és ha kellett szigorával kivívta az emberek tiszteletét. Szertáradó szeretete és szükség szerinti szigora, humora egyaránt tiszteletet váltott ki az emberekből. Bányátok és bányunknak a bűveinket, méltóképpen versünk részt a mostani jubileumi a Szent Misén hálát adtak Imre atyának azok is, akik káplánként mellette szolgáltak. Borga András plébános 2002-ben került Jászapátira, első kápláni helyére, pappá szentelése után. Példaképként tekint az atyára. Imre atya, amikor arra kértél, hogy próbáljak pár gondolatot, prédikációt mondani ezen a csodálatos Szent Misén, papá szentelésed 50. évfordulóján rögtön elkezdtem imádkozni, hogy Uram, mit tudnak én mondani számomra egy ilyen példakép, ünnepi, mint Imre atya. Mire vagyok én képes, hiszen én is itt 2 évig kaplán voltam, és ebben a 2 évben elmondhatom én is, és mindazok, akik itt kátának voltak, hogy nagyon sok ajándékban, nagyon sok kegyelemben részesültünk a Jóistentől azáltal, hogy ilyen imádságos és jó szívű, szeretetteljes plébánosunk volt. Atya elmondta, templomba járó nagyszülei, édesapja és édesanyja álhatatossága biztosan közrejátszottak a döntésben, de értelmi döntést hozott, mikor a papi pályát választotta. Egy értelmi döntést aztán hoztam, mert egy olyan értelmi döntés volt bennem, hogyha én ezt nem válogom, akkor elrontom az életemet. Jelmondata az évek során változott. Aranymiséje alkalmából a 137. Zsoltárból idézett örökké tart Uram, a te irgalmad, nevesd meg kezed alkotásait. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola növendékei és pedagógusai műsorral készültek hálájuk, tiszteletük jeléül. Arra kérte az Urat az égben, hogy az ő kisfia nagyon soká éljen, és amit kért, teljesüljék ki, kisfia ma az aranyoségét ünnepli. Köszöntötték 94 éves édesanyját is, aki mindvégig segítette fiát, és mellette van ma is. Majd az atya is az Isten áldását kérte édesanyja, és a misén szintén jelenlévő testvére számára is. Korábbi papi helyeiről is sokan érkeztek a vasárnapi ünnepi misére. A Szent Mise után sokan állították meg egy kézfogás, rövid gratuláció, köszönet erejéig. Pappá szentelése után Nyíradonyban kezdte pályáját káplánként, több kápláni hely 15 év után Abátszalókon nevezték ki elsőként plébánosnak. 7 év szolgálat után onnan került a Jászságba, és most már nagy valószínűséggel itt is marad a jászok között. Alsó-Szentgyörgyön aztán Jászapáti következett. Most viszont már itt maradok, amíg bírom,
vagy ameddig az érsek úgy látja jónak, ugyanis 65 év után már nem helyezik a papokat. 65 évig még helyezgetik, már 65 után nem, úgyhogy már védett korban vagyok. Többen első kápláni helyükként kerültek Kladiva Imre atya mellé. Papi életüket nagyon meghatározták az első évek, az itt szerzett tapasztalatok. Legszebb élmények közé tartozik, közös imádságok, beszélgetések, nagyon szerettem az édesanyját, egy családias hangulat uralkodott a plébánián, közösségekben is, és hát az élet kezdete, a papi élet kezdete köt ide engem. Pappá szentelésének 50. évfordulóján a Szent Mise után a Pályér Antal művelődési házban együtt ünnepelt vele a családja is, és sokan, akikkel kapcsolatban állt, hosszú fél évszázados papi pályafutása alatt. Kladiva Imre plébános ismert és elismert személyisége jászapáti és a jászság közéletének. Munkásságáról, közösségi szolgálatáról, tisztelettel és nagyra becsüléssel nyilatkozik minden hívő és nem hívő egyaránt. 200 éves hatalmas templom. A magyar labdarúgó válogatott 1-1-es döntetlent játszott Izlanddal a franciaországi Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában. A szigetországi együttes az első félidőben 11-esből vezetés szerzett, de a mieink a 88. percben Severson öngóljával pontot mentettek. Jászapátin is nagyon sokan szurkoltak a magyar válogatott sikeréért. Lássuk, hogy hogyan. Mérkőzés, Tiber a 16-oson belül, lövés, gól! Ez volt az a pillanat, mely minden kétkedőt meggyőzött arról, hogy Magyarországnak igenis van helye az európai labdarúgás élvonalában. Az EB első csoportkörében Ausztria ellen aratott 2-0-ás győzelmet a magyar labdarúgó válogatott, és ezzel megszerezte a csoport elsőbséget. Az Izland elleni mérkőzést már közel 50 szurkoló várta Jászapátin a Mézes kávézóban. Zúgott a Ria Ria Hungária, és az EB közkedvelt magyar himnusza is felcsendült. Ria Ria Hungária! Nagyon nagy hangulat volt. Amikor belőttük a gólt, akkor felugrottunk, mindenki elkezdett tapsolni. Örültünk nagyon. Ria Ria Hungáriát énekeltük. Hatalmas élmény volt. Evés közben jön meg az étvágy. Ezzel a mottóval vágott neki a magyar válogatott az Izland elleni mérkőzésnek, ahol fantasztikus feltámadást bemutatva, Izlandnál szinte végig jobban játszva, a magyar válogatott 1-1-es döntetlent ért el a második Európa-bajnoki csoportmeccsén, így egészen biztosan nem lesz csoportutolsó, azaz közel került a továbbjutáshoz. Ki az, aki szurkol a magyar csapatnak? Kicsik és nagyok, fiúk és lányok, hazánk egy emberként szurkol a magyar válogatott sikereiért. Mit szólsz a magyar csapathoz, tovább fog jutni szerinted? Szerintem igen. Látom, hogy nagyon jók, hajrá magyarok! A csoport jelenlegi állása szerint a magyar továbbjutási esélyek nagyon kedvezőek, hiszen 4 ponttal csoportutolsók és így biztos kiesők már semmiképp sem lehetünk. A magyarok számára a legrosszabb forgatókönyv, ha szerda este kikapunk a portugáloktól, és Izland megveri Ausztriát, mert akkor a csoport 3. helyére kerülünk, ahonnan nem biztos a továbbjutás, csak valószínű. Ez esetben 97%-os a továbbjutásunk esélye. Na, mit gondoltok egyébként, meddig jut el a magyar csapat az EB-n? Hát még reméljük, jó sokáig el fognak jutni. Az király, most jön előttünk egy Portugália, van esélyünk? Van, hát. Simán, persze. De azt legalább megnézitek? Hogyne nézzünk, persze, hogy megnézzük. Bárhogy is alakul, Magyarország mindenképp profitál a válogatott sikeréből. A játékosaink akár top csapatba is kerülhetnek, de a sikeres szereplés fontosabb hatása lehet, hogy az egész magyar futball felértékelődik. Biztassuk együtt a magyar válogatottat. Hajrá Magyarország! Eddig az Apáti Hírmondó ezen a héten, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat látják a Jásztrió Televízió weboldalán, a jttv.hu-n, illetve friss feltöltéseinkért keressék Facebook oldalunkat. Köszönöm figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!